Olaszországban éltünk 30 évig Szienában, oda költöztünk ki, kezdeti nehézségeket leküzdöttük, azután kellemessé vált az ott élés is, két vendéglőt sikerült felállítanunk. Egy álom volt számomra Bácsolgáron megteremteni egy kis olasz vendéglőt, ahol különböző termékeket tudok bemutatni, megkóstoltatni a falusi embereknek, tehát a fagyitól kezdve, a pizzától, a tésztáktól és a jó borokig. Attól függetlenül, hogy milyen náció, hozzátartozás, vagy ki milyen korú, látom, hogy azért ellátogatnak hozzám az emberek. Sokat álmodtam a Tiszáról, Bácsföldváról, még Toszkánában éltem. Az álmaimban mindig megjelentek, vagy az utcák, vagy a folyó, vagy egyes emberek, vagy egyes történetek. Még vice versa, ez most nem működik. Amióta itt élünk, ugye visszaköltöztünk, itt élem minden napomat Földváron, nem álmodok többé Toszkánával. Tehát nem hiányzik, és úgy érzem, hogy most vagyok reálisan itthon.